Országszerte előadásokat, szavalóversenyeket, rendhagyó irodalomórákat, koncerteket tartanak a Magyar Kultúra Napjának emlékére. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnáziumban az iskola tanulói is műsorral készültek január 21-én. Gazdóf Miklósné, az intézmény igazgatóhelyettese a Magyar Kultúra Napjáról tartott rövid tájékoztatót, miszerint 1989 óta ünnepeljük meg minden év január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. Lackó Szilárd Kölcsey fennkölt ódáját adta elő azért, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Fige Balázs a himnusz születésének történetét idézte fel. Ezt követően Topleszki Zalán, Radnóti Miklós, Nem tudhatom című versét szavalta el, hogy felelevenítse a múltunkat idéző szellemi értékeinket. Erdei Helga, Kovács Kristóf és Zakar Adrián Ady Endre Párizsban járt az ős című költeményét adta elő megzenésített formában. Magyar Kultúra Napján sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, mint az év bármely napján, így egy napot a Bocska István Katolikus Gimnázium is nemzetünk kulturális, művészeti életének értékeinek szentelt. Juhász Vince szenvedéllyel adta elő Karinti Frigyes Előszó című versét, a műsor végül Petőfi Sándor Füstbe ment terv című költeményének zenés feldolgozásával zárult.